Egy éve szövi át életünket a koronavírus okozta világjárvány, ami hatással bír mindennapjainkra, aminek következtében intézmények, üzletek zárnak be. Valami azonban nem vesz tudomást a pandémiáról, van, amit nem lehet bezárni. Ez pedig a természet, ami most tavasszal kezd felébredni. Velkei Károllyal találkoztunk Dunaharaszti határában. A gazdakör elnöke tájékoztatást nyújtott a növénytermesztéshez kapcsolódó munkafolyamatokról, így kitért a permetezésre, a palántázásra, a komposztálásra, de szó esett a talajfertőtlenítésről és a kártevők elleni védekezésről is. A növényvédő szakmérnök gyakorlati tanácsokat adott azzal kapcsolatban, milyen munkákat szükséges elvégezni márciusban, a kiskertekben és a földeken egyaránt. Tavasszal tehát a határban egyrészt az elvetett kikelt őszi vetéseknek a fejtrágyázása, a műtrágyázása és a talajok lezárása, mint egy mögöttünk is lehet látni, illetőleg fatelepítés is van. Harasztit is, mint elérte az a program, hogy itt is felújításra került egy része a területnek. A házi kertbe pedig szintén lehet a facsemetéket, tehát a gyümölcsfákat, bogyósokat és egyebeket telepíteni, körtét, ha ősszel ezt nem tettük meg. Ugyanúgy lehet csinálni a házi kertbe körtét, almát, medgyet, bogyóst. Borsó, sárgarépa, zöldség vetése házi kertbe is, meg kint a szántóföldön is a borsó és a lucerna telepítés folyik. Ugyanúgy a fűmagot is elvethetjük otthon a kertbe. Ez alá komposztot kiszórhatjuk, illetve a gyepre, a meglévő pázsitunkra is komposztot lehet szórni, illetőleg be lehet műtrágyázni, és gyomstoppal gyomírtani is lehet. És arra ügyeljünk, hogy ne legyen nedves a fűhünk, mert akkor kiégetjük. Kint a kertbe a begerebzése, illetőleg lazítása folyhat a gyepnek. Ez lehet gerebjével, ha nincs másunk, de lehet, most újabban vannak ilyen talajlazító eszközök, amivel lazítjuk, és akkor gyorsabban beindul a talaj élet. A permetezésről szeretnék annyit mondani, hogy mecés után csináljuk a lemosó permetezést, így a károsítók és a egyéb gombák, petéknek a elpusztítása történik. A levágott ágakat lehet komposztba rakni, de az nem semmisíti meg a égetni kellene, ehhez most engedély kell a kérni, de el kell égetni, mert úgy pusztul el igazából a gomba és a pete, valamint a káros rovaroknak a petéi. Régen a fákat törzsét megtisztítottuk, tehát kaparóval, most is meg lehet csinálni, de azt is el kell égetni, mert a komposztba nem megmarad, és újból, ha kiszórom, akkor magát fertőzöm a talajt. Fontos dolog, hogy tudjuk, hogy most a diónak a betegsége, a dióbúrok légy, annak a peté is a talajból jönnek föl, tehát le kell a diót is lemosó permetezésbe kell részesíteni, mert máskülönben tönkre mennek a dióink, fekete lesz. Többször kell a nyárban permetezni, erre ilyen csapdák vannak, amikor a rajzás történik, és az alapján. Zsigó Gyuri barátunknak van fönt egy honlapja, ő szokta előre jelezni, és érdemes az alapján a permetezést végrehajtani. A lemosó permetezés még idejében van, mert még hűvösek a reggelek, illetve a nappalok is. Már károsodott a kajszi, a mínusz 6 fokos fagyban reggel, tehát meg kell néznünk, hogyha tudunk, akkor utána metszünk, ha nem, akkor egyszerűen tovább kell. A mezőgazdaság már ilyen, hogy
ha nem terem, akkor is végig kell csinálni a szezont, a permetezést végig kell csinálni, a növényvédelmet, akkor inkább így mondom. Szokták mondani, hogy a biotermesztés nélkülözheti, még ő sem nélkülözi a vegyszereket, mert szokták mondani, hogy minden méreg, csak dózis és alkalmazás kérdése az egész, ez Paracelsus óta így van, hogy minden méreg és minden gyógyszer egyszerre, csak az a kérdés, hogy mennyit használunk és hogy tartjuk be a szabályokat. Változatlanul a gazdák figyelmébe ajánlom a permetezőgépek felülvizsgálatát. Legközelebb ilyen állomáson Alsó-Némedén a gazdaboltosnál be kell jelentkezni, mert anélkül, hogyha, főleg, hogyha eladásra, termelésre, exportra is a gazdálkodó ahhoz szükséges a növényvédőgépnek a vizsga eredménye, hogy ez be van állítva, tehát annyit szór ki, amennyit feltétlen muszáj. Milyen más kártevők jelenhetnek még meg ilyenkor, és hogyan védekezhetünk ellenük? A talaj kártevők is vannak. A talaj kártevők talajfertőtlenítőszerrel tudunk védekezni. Szántóföldön is, de kint a kertben is vannak granulátumok, amik a talajban lévő pajorokat, drótférgeket pusztítják. A boltban meg lehet granulátum formájában kapni. A nyárban pedig kellemetlenséget okoz nekünk a újabban a mesztelen csigáknak a jelenléte. Ennek van a, úgy mondjam, a magyar és a spanyol változata. A spanyol az agresszívebb, az a sárga, hogy így mondom. Annak is van granulátum, illetve a legegyszerűbb módja a mészpor használat, amit kiszórok, mert kiszárítja. Tehát azt szórom ki. Egyszerűen tarra tudja rágni a káposztát, a salátát. A veranoszpóra ellen száraz, nedves, tehát nedves időjárásban, a lisztharmat ellen pedig száraz időjárásban kell védekeznünk. A rovarkártevők ellen pedig vannak ezek a szexferomon csapdák, amit érdemes, a sárgalapok így mondják, a gazdaboltokban lehet kapni, tehát érdemes kirakni, hogyha ezeket a lapokat, amely alapján akkor védekezek, amikor feltétlen jelen van a károsító vagy a kártevő. De van a házi megoldás, hogy így mondjam, amit lehet használni, hogy ilyen gömbökbe rakok ki ecetet, amiben összejönnek a darasak és a károsítók, az begyűjti, ez, és akkor a vegyszer kevesebbet kell használnom. Palántázás. Azelőtt lehet a talajfertőtlenítőszert kiszórni, és így a drótférgek egyszerűen nem lesznek, nem bukik ki a palántám. Ha gyümölcsfát ültetek, érdemes, nem hogy érdemes, hanem kötelező erővel olyan helyről vegyem, ahol vírusmentes a gyümölcsfa, mert ezáltal sok bosszúságtól és kímélem meg magamat, és igazi termés, illetve egészséges fa attól várható. Tehát ami átesett az ellenőrzésen. Itt a Rolandnak van ilyen faiskolája többek között, de máshonnan, bárhonnan veszem, tehát csak ellenőrzött helyről vegyek gyümölcsfát. A palántáknál is nézem meg, hogy kitől vásárolok. Én magam is nevelhetek ugye palántát, de nem mindegy, hogy hogyan csinálom. Ugyanez vonatkozik a vetőmagokra is, hiszen hamisított vetőmagokkal is lehet találkozni. Ezzel kapcsolatban mire figyeljünk a vásárláskor? Hát nézzük meg, hogy az ellenőrzött, tehát fémzárolt vetőmagot vásároljunk. Saját magam is állíthatok elő, hogyha én fogok ilyen természetes magvakat, például a régi úgynevezett nagy paradicsomok, tehát nem ezek a determinált fajták vannak, de be lehet szerezni tápiószeléről régi hagyományos magvakat. Tápiószelé kutatóintézetben ott van a génbankja a Magyarországnak, az Európa egyik legnagyobb génbankja van, ahonnan a régi hagyományos fűszernövényektől
a paradicsomon a zöldségen, tehát összes zöldségmagvat be lehet venni, szívesen veszik, hogyha az ember elmegy és vásárol náluk. A szomszédban pedig itt a Kertészeti Egyetemnek van a gyakorlati tanszéke, és onnan lehet palántákat, valamikor ők ezt szerveznek ilyen árusító napokat, amikor náluk be lehet szerezni ezeket a palántákat. A Kertészeti Egyetemnek a gyakorlati régi hagyományos palántáit be lehet ott szerezni. Említette, hogy a kajszibarack elfagyott, a téli időjárásból következtethetünk-e még a várható termésre? A halvór ügyekből, tehát a természet az sok mindent bepótolhat, amit helyre is hozhat, tehát már csúcstermés nem várható, hogyha elfagyott a rügy, de egy közepes termés még akkor is, mert az halvór ügyekből olyan a természet, hogy akkor hoz rügyeket, de hát még előttünk van, hogy a év remélhetőleg, hogy se padékosabb lesz, mint a tavalyi, mert elég száraz telünk volt, most ez a szél még ráadásul azt a keveset is, ami bent van, viszi. Hát bízunk benne, a parasztember mindig bizakodó volt, de máskülönben akkor nem vetett volna és nem ültetett volna soha. Itt egy svábasszony, néni, öregasszony kint a piacon mondta, mikor vásároltam a palántát, hogy akkor még fiatalabb voltam, hogy fiatal ember, aki nem duggat, az nem is várhat semmit, mondta ő, és így igaza van, tehát a parasztember mindig vet, még, mert bízik benne, hogy aratni fog. Vagy termékenyít, hogy legyen jószág, és legyen tej, mert máskülönben nem lesz. Most a koronavírus idején a bezártság kapcsán egyre többen fordulnak a kertészkedés felé. Mit javasol a kezdőknek? Tapasztalat nélkül mibe fogjanak bele, ami esetleg egy kis sikerélményt ad nekik? A palanták azok, tehát a paradicsom, zöldség, borsó, bab, uborka, azt például föl lehet futtatni, tehát lehet neki vázrendszert csinálni, és ráadásul azt szellőzik, és kevesebb vegyszerrel lehet megcsinálni. Tehát ez a borsó az sikerélmény, a zöldbab szintén ugyanazt adja, és a paradicsom az föl lehet karósra hozni, úgyhogy érdemes vele, még balkonra is, hogy így mondjam, balkon növényként is lehet használni a paradicsomot, a uborkát például, hogyha nagyon akarja, de az rizikósabb, de a paradicsom az igen. Tehát ez sikerélmény.